Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ebben az esztendőben Székesfehérvár adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. vándorgyűlésének. Erről természetesen több műsorban is beszámoltunk, viszont sőt arról is, hogy talán láthatták, hogy ebben az esztendőben is átadták azokat az elismeréseket, amelyeket a könyvtárosok évről évre megkaphatnak, kiérdemelnek. És hát van egy székesfehérvári vonatkozása, illetve kettő, de ma a Kovács Máté Alapítvány díjáról beszélünk, hiszen az év fiatal könyvtárosa elismerést Farkas Edit, a Vörösmarty Könyvtár könyvtárosa érdemelte ki. Gratulálok mindannyiunk nevében. Nagyon szépen köszönöm. És ezt meg is mutatnám, mert hogy azt hiszem, hogy érdemes. Tehát én igen. A Kovács Máté Alapítvány. Együttműködve a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és az Informatika és Könyvtári Szövetséggel. Dr. Tóth Gyula elnök jegyzi. Nos, hát akkor én azt gondolom, hogy a gratuláció mellett egy kicsit határozzuk meg, hogy miként választotta ezt a hivatást. Előjáróban azért mondjuk el, hogy a könyvtáros legalábbis az én korosztályom szemében mindenképpen tanító volt, tanár, barát, beszélgető társ. Viszont az idők változnak, a tempora mutantur jegyében, ugye nagyon is jól tudjuk, hogy az internet, a világháló elterjedésével egy teljesen más feladatot is el kell, hogy lássanak, hiszen annyira felgyorsult a világ, hogy sajnos egyre többen, kevesebben olvasnak könyvet, és a jó könyvtáros nagyon fontos, pontosan ezért. Székesfehérvár elkényeztetett helyzetben van, azt is tudjuk, hiszen a Vörösmarty Könyvtár számtalan szakkönyvtárral rendelkezik, emellett a tagkönyvtárai a Tolnai utcától, a Széna téren át, a József Attila utcáig, tehát nagyon-nagyon sok, illetve Budai útig várja az olvasókat, mint ahogy az Aranybulla és a Gárdonyi Művelődési Házban, Iszkádi Erikáéknál is megvan a lehetőség erre, tehát jól állunk. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy olyan fiatal tehetségek, mert ehhez elhivatottság, tehetség és szorgalom is kell, ha valaki olyan szintet szeretne elérni, mint ön. Ezzel az elismeréssel egyébként nyilván ezt dotálták, díjazták. No de, hát akkor kezdjük talán azzal, hogy választ egy ifjú hölgy magának hivatást. Hogy szeret bele úgy a könyvekbe, hogy később ezzel szándékozik foglalkozni? Hát ez nálam úgy indult, hogy igazából az irodalom és a könyvek szeretete az alap, de ezt azt hiszem, hogy minden kollégánkról elmondhatom. Hát igazából én az Eötvös József főiskolán Baján kezdtem meg a tanulmányaimat. Nem ezt jelöltem meg ugyan az első helyen, de cseppet sem bánom, hogy végül is ide nyertem felvételt. Baja egy nagyon bájos, álmos kisváros, és elég idilli körülmények között kezdtettem meg a felsőfokú tanulmányaimat. Emelt szinten érettségiztem magyarból, ami ugye nyelvtan és irodalmat is jelentett, és talán ez is vezetett oda, hogy az irodalom felé fordultam. Már hivatáskeresésemkor is. Volt elézménye, volt példaképe, aki arra ösztönözte, hogy ezt a hivatást válassza? Hát könyvtárhasználati óráink voltak egészen általános iskolától kezdve. Ott voltak olyan tanítóink, illetve tanáraink, akik már felkeltették az érdeklődésemet már a könyvtárnak a szakrendje iránt is. Megtanultuk ezeknek az óráknak a során, hogy hogyan keresünk meg egy adott könyvet a könyvtárban, és hát konkrét szemét nem hiszem, hogy megneveznék, de voltak olyan érdekfeszítőek ezek az órák, hogy ez is szerepet játszhatott benne, igen. Tehát akkor a bajai főiskolás éveknél hagytuk abba. Igen. És itt ugye ez egy 6 fél éves képzés volt, tehát 3 évet jártam oda. Első évben albérletben laktam, a többi 2 tanévben pedig kollégiumban nyertem felvételt. Szakdolgozatomat a Fejér megyei helyismereti munkáról írtam, ugyanis volt egy oktatóm, aki székesfehérvári születésű, illetve származású volt, és ő ajánlotta a Vörösmarty Könyvtár helyismereti résztvevőjét. Figyelmembe ajánlotta, hogy igen jó állománnyal, gyűjteménnyel és elhivatott nagyszerű kollégákkal rendelkezik a csoport. Így felkerestem őket a szakdolgozatom készítésekor, készültekor, és
gyakorlatom során is voltam náluk, és így készült el ez a diplomamunka. Mit kapott a főiskolától először? Hiszen nagy reményekkel vág bele minden fiatal. Azt kapta, amit várt? Én úgy érzem, hogy igen. Tehát ott éreztem igazán először, hogy egy közösséghez tartozom. Tehát mikor már felnő az ember, felnőtt fejjel, túl van a bizonyos baráti körök kialakításán, a kezdeti szurkálódásokon, ugye 10 éves korban, és így 20 éves, 20 éves fejjel már tisztában ki tudtuk alakítani a baráti köreinket, illetve úgy tudtuk megválasztani az érdeklődési köreinket, illetve a csoporttársaink is befolyásolhattak abban, hogy pontosan milyen érdeklődési körön van, és többen voltak, akik bizonyos irányba vittek, például régi könyvek iránti érdeklődésem is innen jön. Ugyanis a főiskolán ugyanazon oktató, aki bíztatott a diplomám témaválasztására, az ő segítségével később én is részt vettem egy önkéntes munkában kint Zomborban, ahol régi könyvekkel foglalkoztam. Igen, a Karmelita könyvtárról majd beszélünk később, aztán áttette a telephelyét a Dunapartról a Tiszapartra. Van. Tehát Szegedre került. Igen. Mi motiválta, hogy folytassa, illetve magasabb szintre emelje azt a tudást, amit megkapott Baján? Hát ezt tudni kell, hogy a két képzés között eltelt egy év, tehát nem kezdtem el azonnal a mesterképzést Szegeden, hanem az alatt az idő alatt próbálkoztam munkakereséssel, ami ugye sajnos nem volt túl sikeres. És ez alatt az egy év alatt úgy döntöttem, hogy akkor folytatom a tanulmányaimat, és beadtam a jelentkezésemet Szegedre, és a régi könyves szakirányt választottam. Ez volt az országban az egyetlen képzési hely, ahol ez a szakirány elérhető volt, és ezért pont Szegedre került. Miért a régi könyvek? Ugyan mostanság azt mondják, hogy aki a múltban révedezik, az nem látja a jelent és a jövőt. Ez korán sincs így, ezt én magam is tapasztalom, és teszek is érte, hogy cáfoljam minden egyes beszélgetésben. Mi vonzott a régi könyvekhez? Hát ha belépünk egy olyan könyvtárba vagy terembe, ahol régi könyvek vannak, már eleve van egy sajátos illat, ami nagyon sokunknak kellemes, és igazából a történelem szele is esetleg megcsaphatja az embert, hogyha ilyen helyre téved, de igazából talán ami engem személy szerint a leginkább megfogott, az a nyomdatechnika, ahogy ezekben a könyvekben megjelenik, ahogy a nyomdatechnika fejlődése évtizedről, évtizedre, évszázadról, évszázadra nyomon követhető ezeknek a köteteknek a segítségével, illetve az illusztrációs technikák azok, amik úgy különösebben érdekelnek ezeknek. Vezessen bennünket körbe virtuálisan a Karmelita Rendház könyvtárában. Hiszen ez egy óriási élmény egyik oldalról, a másik oldalról, ami elkíséri a későbbiekben is egy, és szakmailag pedig biztos, hogy egy hatalmas nagy kihívás. Igen, igen. Amikor én oda kerültem, akkor már ott évek óta folyt a rendszerező munka, tehát nyaranként önkéntes diákok, korábbi évfolyamtársaim, illetve felettem járó diákok rendezték először a könyvtárat. És ugye ez a könyvtár első emeletén található, jól emlékszem. És ez egy ilyen fapadlós terem, rengeteg falmenti polccal, amelyek plafonig érnek. Néhány belső polc is található, de itt inkább már a napjaink, tehát az elmúlt néhány évtized irodalma, elsősorban folyóiratok, illetve számos nyelven megjelent kiadványt találhatunk. A régi kiadványokkal, pontosabban a régi könyvekkel kapcsolatban azt még nagyon fontos elmondanom, hogy ezek olyan könyvek, amelyek 1850 előtt jelentek meg, tehát a könyvnyomtatás kezdetétől, 1450-es évektől 1850-ig megjelent könyvekről van szó. Beszéljünk a tartalomról, hiszen most már tudjuk, hogy ha belépünk az ajtón, mit látunk, de ha valaki önkéntesként dolgozik, akkor kellően elhivatott nyilván ahhoz, hogy, mert ez egy komoly megmérettetés. Tehát ezt nem lehet csak úgy adhok alapon csinálni, hogy ma csinálom és holnap már nem. Tehát mi az, melyek azok a különlegességek, amelyekkel ott találkozott? Hát maga az, hogy a dokumentumok kézbevétele, mert ugyanis a dokumentumokról a leírást bizonyos szabvány alapján készítettük számítógépes rendszerbe, és ez az országos Széchenyi könyvtárnak a rendszerében ma is elérhetők ezek a rekordok, amiket ott rögzítettünk.
És hát igazából ezeknek a lapozgatása, a számtalan nyelvű kiadványjal találkoztunk, latin, német, francia, minimális nyelvű volt a magyar, szerb, horvát, ugye, mert akkor még az volt a jellemző, néhány görög, illetve héber nyelvű kiadvány is volt, de ezek már az 1850-es évek után kerültek kiadásra. Ugye mondta, hogy a történelem iránt érdeklődik leginkább, hát nyilván itt vallási, jogi, politikai, természettudományi, filozófiai, tehát jószerivel minden van. Miért a történelem? Mi az, ami a történelemből vonza? Hát én úgy gondolom, hogy a történelem által nem csak jobban megérthető a jelen, hanem a jövő felé is lehetnek bizonyos elképzeléseink, és bizonyos jövőkép kialakításában is segít a múlt megfelelő megismerése. No, hát gondolom. Akkor ugye Szeged államvizsgázott kiválóan, nincs kétségem felőle. És Székesfehérvár. Hogy került Fehérvárra? Igen, hát én mindig nagy vágyam volt, hogy az Alföldről visszatérhessek, ha nem is a szülővárosomba, de Fehérvárra, mert ugye a gyakorlatom során, illetve az első diplomamunkám során, és ugye eltöltöttem néhány napot gyakorlatként a Vörösmarty könyvtárban, és mikor álláskereső voltam ugye a mesterképzés lezárultával, akkor a helyismereti gyűjteményből készült nyugdíjba egy kolléganő, és én ezt a lehetőséget megkaptam, hogy mellette fél évig betanulhattam a helyismereti résztekben. Tehát a helyismeret rendkívül fontos, ez, és nem csak általánosságban beszélünk most róla, de mit ad egy kívülállónak, mit ad egy köznapi embernek, és mit ad a könyvtárosnak? Hiszen az egyik oldalról hivatásszerűen foglalkozik vele, a másik oldalról pedig ott van a tudásvágy a köznapi emberben, aki a különböző ismeretterjesztő előadásokat a könyveken keresztül megismerhet többet, ha érdeklődik iránta. Kezdjük a szakmával. Hát szakmailag ugye az új, tehát a könyvtár maga megismerés, hogy a könyvtári munkaterületeken mit kell pontosan végeznem, mert ugye hiába voltam, hát nem hiába, de ugye voltam gyakorlaton, de a napi szakmai munka megismerése az ugye a betanulás időszaka alatt történt meg igazán. És ugye egy nagy elődök, illetve hát a nyugdíjba vonuló kolléganőm mellett dolgozhattam, illetve most is van egy olyan kolléganőm, aki igen tapasztalt és nagyon sokat tanultam tőle. Hát elsősorban a megye alapirodalmát ismerhettem meg a segítségükkel, illetve hogy pontosan mire is kell figyelnem, mikor például a sajtófigyelés során dolgozom. Ugye Fejér megyének 108 települése van, és mi az ezekkel kapcsolatos információkat gyűjtjük, megyei kötődésű személyekre vonatkozó irodalmakat gyűjtünk, illetve minden megyei eseménnyel kapcsolatos irodalmat rögzítünk a rendszerünkbe. Mit lát ebből, mit kap az olvasó, tehát ha valaki ez iránt érdeklődik? Hát az olvasóink és kutatóink nagyon hálásak tudnak lenni. Szakdolgozók rendszeresen keresnek fel bennünket, és hogyha nem boldogulnak önállóan a könyvtár katalógusának használatával, akkor állunk rendelkezésükre. Ők általában egy adott téma, egy szűkebb téma iránt érdeklődik, mi ebben nekik útmutatást adunk, hogy hogyan találják meg az őket érdeklő irodalmakat. Általában ez egy nagyobb találati halmaz, ebből segítünk nekik, hogy illetve hát számukra megadjuk a lehetőséget, hogy ebből kiválasszák azokat az irodalmakat, amelyek fontosak a munkájukhoz. Hát településtörténettel kapcsolatban szoktak minket megkeresni, akkor van, hogy helyi kötődésű szeméről szeretnének irodalmat kérni tőlünk. Tehát ezek a helyismereti könyvtáros alapvető kompetenciái. Igen. De ez sok tágítható a kör nyilvánvaló. Mi a személyes tapasztalata? Mennyire veszik igénybe ezt a szolgáltatást? Mert ez egy nagyon komoly szolgáltatás. A szakemberek nyilván, hiszen a kutatók számára ez egy aranybánya. Az önök segítsége mindenképpen. Viszont ha valaki betér, akkor mi az a plusz, amit kaphat? Tehát meddig mehet el? Hát ugye nálunk nem csak könyvek és folyóiratok vannak, hanem más dokumentumtípusokkal is foglalkozunk, például a kis nyomtatványokkal. Ki kell, hogy emeljem a képeslapjainkat, nagyon szép képeslapgyűjteményünk van. Ezek a könyvtár online katalógusából elérhetőek, és bárki által felhasználhatóak, tehát hogyha valaki például a szülővárosa, a szülőfaluja iránt érdeklődik, akkor ebből ki is tudja választani ebből a gyűjteményből, hogy adott például 100 évvel ezelőtt, hogy nézett ki az adott település,
utcaképek, látképeket is találunk közöttük, illetve a kis nyomtatványgyűjteményünkben találhatók olyan dokumentumok, amelyek nem biztos, hogy máshol is, tehát szórólapokra, meghívókra, plakátokra kell gondolni, nagyon jelentős plakátgyűjteményünk van. A személyes kapcsolatok mennyire játszanak szerepet, hiszen azért a felhasználói szektorhoz, ha úgy tetszik, közel kell kerülni. Nyilvánvaló, hogy ez is motivál valakit, hogy bizonyos értelemben egyre népszerűbb lesz, ha jól végzi a munkáját, hiszen ehhez azért kell kitartás, precizitás, rugalmasság, érzékenység, elemzőkészség és képesség, nagyon sok minden. Igen, ez így igaz, és ezen dolgozunk, hogy minél többen megismerjék a helyismeret munkáját, hogy van, hogy egyáltalán a Vörösmarty Könyvtárnak van helyismereti csoportja, hogy pontosan hol vagyunk, és hogy rendezvényeket is rendszeresen szervezünk, és ezekben pedig különösen fontosak a személyes kapcsolatok, hiszen van, hogy személyes ismeretség útján kérünk fel egy előadót, például egy ismeretterjesztő előadás megtartására, vagy helyi szemét kérünk fel egy kiállítás, például fotókiállítás, és anyag bérbeadására, úgymond. És hát ezek azok a tevékenységek, amelyek révén elsősorban népszerűsíteni tudjuk a helyismereti munkát, illetve ennek fontosságát hangsúlyozni a közönségünk, olvasó közönségünk felé. Ez az elismerés a Kovács Máté Alapítványtól, ez egy rendkívül fontos. Azt hiszem, hogy bizonyos értelemben egy ifjú szakember számára mérföldkő. Hiszen valamiben, és ráadásul egy országos vándorgyűlés kellős közepén a Vörösmarty Színházba kimenni, és ott a jogos tapsot elviselni, ha úgy tetszik, az egy nagyon fontos pillanat. De mi kell ahhoz, hogy valaki eljusson addig, hogy az ifjú könyvtáros címet, elismerést elnyerje? Beszéljünk arról, ami eddig elvezetett. Hiszen ez nyilván egy komoly, nagyon komoly szakmai teljesítmény is. 2013. májusában kezdtem dolgozni a Vörösmarty Könyvtárban, és ugye, mint fiatalabb generáció, elsősorban az informatikai jellegű feladatokat bízták rám, illetve ezek voltak azok, amelyekkel jobban tudtam szolgálni a helyismeret érdekeit, illetve a helyismeretben ellátandó feladatokat. És kolléganőm már évek óta próbált rávenni arra, hogy a tevékenységünket, illetve ebben az én szerepemet bemutatva pályázzak erre az év fiatal könyvtárosa díjra. És hát igen, kolléganőm kérése, illetve bíztatása volt az elsődleges, ami miatt úgy döntöttem, hogy idén akkor megpróbálom. Viszont azt mindenképp ki kell emelnem, hogy megírtam ugyan a pályázatot, de a munka nagy része, amit ebben leírtam, illetve ismertettem, az közös munkája a helyismeret munkatársainak. Tehát nélkülük gyakorlatilag nem lett volna írnom, mert ugye egy részét ugye én láthatóvá teszem az internetes felületünkön, a honlapunkon, de nagyon nagy szerepük volt abban, hogy volt miről írnom, és hogy elkészülhetett ez a pályamunka. Mi az alapvetése egy ilyen pályamunkának? Mert nyilván vannak kritériumai. Így van. A pályamunkán kívül ugye szakmai életutamat is be kellett mutatni, illetve a Vörösmarty Könyvtárról is kellett készítenem egy bemutatót. Hát, hogy végül is hogy állt össze a pályamunka, azt nagyjából az vezényelte, hogy mivel is foglalkozunk, tehát a rendezvényeinket mutattam be, pontosan miből áll a helyismereti munka, a honlapunkat ismertettem részletesebben, illetve a konferencia szerepléseink, amiket nagyon fontosnak tartok, hogy a szakma előtt is bemutatkozunk, hogy pontosan mivel is foglalkozunk mi itt. Tehát a konzulensei, a segítői voltak éppen a kollégái, a munkatársai így van, voltak. Így van, nekik nagyon, tehát ugye volt, hogy munkaidőben, de volt, hogy munkaidő után kellett írnom a dolgozatot, vagyis hát a pályázatot, és amikor munkaidőben készítettem, ugye akkor ők vállalták azt a munkát, amit addig nekem el kellett volna látnom, és ez nagyon jó, hálás vagyok nekik érte. Milyen gondolatokkal küldte be, és milyen gondolatokkal fogadta az elismerést? Hiszen amikor megérkezik egy levél, vagy telefon, vagy e-mail, nem tudom pontosan, de ez talán mellékszál, nem is érdekes, akkor nyilván izgatott lesz az emberfia. Igen, igen, izgatottan postáztuk az igazgató helyettes úrral a pályázatot. Igazából, amikor elkészült, akkor én örömmel láttam, hogy ez egy viszonylag vaskos munka volt, tehát ez
Ez lényegében a munkánknak a megtestesülése volt, hogy mennyi mindent csinálunk, és hogy szerintem jól csináljuk ezeket a feladatokat, tevékenységeket, amiket mi ott ellátunk, és igazából én bizakodtam, hogy ezzel, hogyha díjat megkapnám, akkor a szakmánkon belül ezt a részterületet is nagyon nagy elismerésben részesítenénk, és hát úgy döntöttek, hogy a külön díjjal jutalmazzák, ami szerintem nagyon nagy megtiszteltetés. Tehát megkapta a bizalmat. Igen. Mire sarkalja, mire ösztönzi ez az elismerés? Hogyan tovább? Hát, hogy tovább folytassam hasonló lelkesedéssel, kitartással és további elhivatottsággal a munkámat. Ugye innovációra továbbra is szükség van a munkánkban, tehát a megújuló igényeknek meg kell felelni, eleget tenni. Bizonyos szempontból nehezített körülmények között dolgozunk, már ez így a könyvtári szakmára is jellemző, ugyanis nem igazán korszerű a könyvtár épületünk, tehát egy modernebb új épületben biztosan jobb szolgáltatásokat nyújtanánk, már csak ha azt nézzük, hogy szívesebben jönnének hozzánk az olvasók, és be is tudnának jönni, tehát az akadálymentesítés is megoldott lenne. Igen, hát a Bartók Béla tér már csak ilyen, főleg most. Igen. De ez igen. Nem is érdekes. Nyilván van jövőképe. Mi az, amit tervez? Mit hozhat a jövő egy könyvtáros számára? Kérdezem ezt, hiszen az elején, hogy keretbe zárjuk a történetet, rendkívül nagy szükség van az önök elhivatottságára, hogy megerősítsék, hogy igenis a könyvre szükség van. Hát ugye az olvasóink megtartásán és az újak megszerzésén túl, ugye ezt, ennek a munkának a további végzése, és ugye ezt még jobban kiterjeszteni, hogy ismerté váljon a tevékenységünk. Illetve, ha már az új könyvtárépület szükségessége szóba került, akkor egy külön helyismereti teremnek a kialakítása is nagyon nagy álmunk és vágyunk, tehát ez az én jövőképeim között mindenképp szerepel, hogy a helyismeret egy olyan részlegben szolgálhassa az olvasóit, ahol ott helyben mi azonnali segítséget nyújtunk, illetve az összes helyismereti dokumentum azonnal elérhető, tehát ott van egy helyben. Mert most ugye úgy van az állományunk, hogy kis kézi könyvtár jelleggel néhány alapvető irodalom ott van nálunk az irodánkban, de a gyűjtemény többi része az be van épülve az állomány többi részébe, tehát a felnőtt kölcsönzőbe, illetve raktárakban. Tehát kényelmetlen mindenképpen. Igen, nem tökéletes. Nos, hát én kívánok. Ez a jövő útja, az kétségtelen. Kívánom, hogy így legyen, és hát köszönjük szépen, hogy van nekünk egy olyan fiatal, tehetséges könyvtárosunk, akinek hihetünk, ha ismeretről van szó, és hát további jó munkát kívánok ehhez. Lesz dolga bőven, nem vitat. Igen, még vár ránk jó sok tennivaló. Köszönöm, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Farkas Edit volt, az év fiatal könyvtárosa elismerés idei díjazottja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!